Üdvözlök mindenkit, gyömbérsört fogunk készíteni. Az asztalon az a gyömbér látható, amit ugye jó magam termeltem meg egy kis edénybe idén, és ebből fogom lényegében a sört készíteni. Hozzá tartozik, hogy a recept egy barátomtól van, aki évek óta készít gyömbérsört, ők nagyon rá vannak kattanva, és annyira bereklámozta, hogy szó szerint lekövetem a receptet, amit megadott nekem. Ezt fogom elkövetni, és akkor megmondom, hogy milyen a végeredmény a végén. Az a teljes folyamatot be fogom mutatni. Az első része a folyamatnak, hogy egy ilyen kisebb, nagyjából két evőkanálnyi méretű gyömbért. Most miért mondom, hogy két evőkanálnyi? Ha ezt lereszelnénk, akkor két evőkanálnyi gyömbért kapnánk. Ezt alaposan megmosuk a csap alatt, és így héjastól lereszeljük, hogy előállítsuk a gyömbérsörhöz szükséges élesztőt. Az alaposan megmosott gyömbérdarabot lereszeltem, idehoztam egy steril, teljesen steril, tiszta üveget, viszont a gyömbért ugye nem hámoztam meg, ez azért, így mondták nekem is, hogy a szükséges élesztőgombák azok rajta vannak már, csak fel kell őket lényegében tornáztunk egy bizonyos mennyiségre. Tehát a héjastól lereszelt gyömbért, megmosott és lereszelt gyömbért ebbe az üvegbe most beleteszem. A gyömbért miután betettem a steril üvegbe, két csapott evőkanál cukrot tettem rá, kristálycukrot, és felöntöm nagyjából félig vízzel. Ezután a száját lekötöm egy tülkendővel. Megtörtént ez is. Itt van a keverékünk, cukor, gyömbér, két evőkanálnyi és két csapott evőkanálnyi cukor. Ezt most szobahőmérsékleten hagyjuk, konyhapulton vagy a konyhaszekrény tetején, és naponta megetetjük. Az érlelési időszak az élesztő telepnek, ez körülbelül 3 nap. Amikor azt veszük észre, hogy a keverékünk tetején ilyen hab jelentkezik, akkor jó, állítólag. De hát majd meglátjuk, ha van az első nap, lekövetem végig. Újra üdvözlök mindenkit, eltelt 24 óra. Besűrűsödött a cucc. Újra következik két evőkanálnyi gyömbér, két evőkanálnyi cukor bele, és újra le lesz fedve. Elérkeztünk a harmadik és szerintem utolsó etetéshez. Így néz ki most a vadélesztő telepünk, látjuk, hogy már pezseg, széndioxid gáz képződik, ez ettől van. Tehát ha közelebb megyek, akkor látszik, hogy pezseg, jönnek fel a buborékok. Most újra harmadjára is két evőkanálnyi gyömbért és két evőkanálnyi cukrot beleteszek. És ezután már, ha ez is feldolgozódik az élesztő gombák által, ugye vadélesztő meg a hagyományos sörélesztő között igazából az a különbség, hogy ebben többféle gomba és többféle baktérium van. No, megetetem őket, aztán jövök vissza és készítjük elő a sört. No kérem, mivel én először készítek gyömbérsört, de mondom, egy barátom receptjét készítem el, lekövetem pontosan, de nem készítek sokat egyszerre, hiszen halvány sejtelmem sincs, hogy egyáltalán szeretjük-e. Na most 2 liter sörhöz a recept a következő, 1,5 liter víz, 190 g cukor, 150 g gyömbér, aprított gyömbér, reszelt gyömbér, és ebből a vadélesztőből, amit itt 3 nap alatt összehoztunk, és most már tökéletesen meg is érett, ebből 75 ml. Ilyen pezseg az egész egyébként, tehát ez tele van ilyen élesztő gombákkal. Na most, amit ebből nem használok el, azt megetetem egy kis cukorra, és a hűtőszekrénybe beteszem, ha visszahűtöm, akkor el lehet tartani hetekig, néha cukorral meg kell etetni. Viszont, mivel még nem tudom, hogy szeretjük-e egyáltalán, meg akarom-e hetekig tartani, egyelőre most tény, hogy felhasználás után, ami maradóba teszek egy kis cukrot, vizet, aztán meglátjuk, hogy szeretjük-e. Na ebből nekem kell 75 ml, ezt most ki is mérem.
Hopp. Így is jó, mondá a Székely bácsi a viccbe. És pont 75 van, azt a mindenit. Hát leszámítva, hogy félrement egy kis kanálra, de pont eltaláltam 75 ml. Ezt hagyom egy kicsit, hogy kicsepegje magát. Aztán visszateszem az üvegbe, és készítjük elő a szörpöt. Az edénybe belekészítettem 1,5 liter vizet. Ebbe beleteszek 190 g kristálycukrot. Itt van 150 g, 15 deka, ugye egy gömbér, alaposan lemosva, alaposan megtisztítva, darabokra törtem kézzel, és akkor jó apróra összevágom. Igazából reszelni is lehetne, de hát ha már van gép, akkor használjuk ezt. Hát ez meg is van. A felaprított gyömbért, azt beleteszem a vízbe, és oda tesszük főni. Na kérem, oda is tettem főni. Attól a pillanattól fogva, hogy elkezd főni, még 10 percet főzzük, aztán eloltjuk alatta a tüzet, és megvárjuk, amíg tökéletesen kihűl szobahőmérsékletűre. Amíg ez felfő, addig hadd mondjam el, hogy azt mondták nekem, hogy ezt ízesíteni is lehetne, mégpedig csillagánizsal, szegfűszeggel, szegfűborssal, kardamonnal. Vagy meg lehet hagyni, mint natúr gyömbérsör. Hát én most a natúr gyömbérsörre szavazok, mert még azt sem tudom, hogy ezt szeretem-e, hát még az ízesítettet. Úgyhogy én most natúran hagyom, hadd főjön, 10 perc után majd eloltom, és ez ilyen natúr, ízesítésmentes gyömbérsör lesz. Újra itt volnék. Kihűlt a szörpünk, egy tül rongyon keresztül leszűrtem, hát egy szűrő meg egy tül rongyon keresztül leszűrtem, ugye, azt már ki is dobtam, amíg belejött a sűrűjéből, itt a lé, most már ezt a rongyot meg ezt a szűrőt félre is veszem, nincs rá szükség, és akkor jöhet az élesztőnk. Így. És akkor igazából már csak le kell zárni. Ha egy icurka-picurkát összeszorítottam, hogy kevesebb levegő maradjon benne. Tehát itt látszik, hogy mennyi levegő maradt, nagyon kevés. Ehhez a flakont egy picit összeszorítottam a kezembe. Ha nem szorítottam volna össze, ugye most látszik, hogy csak egy nagyon kicsi levegő van a tetején, de amúgy egész idáig ért volna a vízszint, ami szerintem úgy nem jó, tehát minél kevesebb levegő maradjon. Ezt így összeszorítottam. Ez azért is jó, mert ebbe széndioxid fog fejlődni, és hát fel fogja fújni ezt a palackot. Na most itt a konyhapulton lefektetve, hogy ne tudjon felborulni, hogy felfújódik, esetleg deformálódik az alja, felborulhatna. Így lefektetve itt hagyom a konyhapulton, kb. 2 napra, 48 órára. Aztán jövök vissza, és mutatom, hogy mit kaptam. Újra itt volnék, eltelt 48 óra, meghízott a flakon. Megnézzük, a gyűrődések az oldaláról teljesen eltűntek, fel van fúvódra, ezek a repcég, amik voltak, tehát teljesen minden eltűnt, illetve a kupak is kidudorodik, gondolom most jól látható a dudorodás a kupakon, hatalmas nyomás van benne, azt mondták nekem, ilyenkor tegyem be a hűtőbe 2 óra hosszára, aztán meg lehet kóstolni. Hát következzen ez. No, egy órát hűlt a hűtőben a sör, úgy döntöttem, megbontom. Ez most 2 napot ért, hagytuk a gombákat ugye dolgozni. Valamennyi alkohol tartalma minden bizonnyal van. Állítólag 1 nap után is fogyasztható, akkor még egyáltalán nincs alkohol tartalma, de nem is pezseg olyan erősen, és állítólag 2. nap a legfinomabb, 3. napra már kezd egyre jobban alkoholosan telítődni, tehát egyre több benne az alkohol, a 4. napra meg még több. Ezt se kell félreérteni, tehát mondjuk 3. napra lesz benne egy 1%-os alkoholtartalom mondjuk, 4. napra egy 1,5%-os, tehát még így is mondjuk 1/4 alkoholtartalma lesz egy sörhöz képest. No, lássuk, hogy
Hogyan lehet ezt kibontani, anélkül, hogy az egész konyha ússzon? Állítólag a visszahűtés arra kell, hogy a gombák leálljanak, és ezáltal nem is fut úgy ki az üveg, hogyha előtte visszahűtjük. Hű, pezsegám, jön a hab. Oda nézzünk. Na, kitöltök egy söröcskét. És engedtessék meg nekem, hogy véleményt is mondjak róla. Egyébként rettenetesen pezseg, nem tudom, hogy látszik-e, tehát nagyon magas a széndioxid tartalma. Én megkóstolom, és elmondanám a saját véleményem róla, ha nem gond. No, kettő kortyot nyeltem. Benyomások. Egyrészt erősen szénsavas, de nem olyan maróan, mint mondjuk egy szódavíz. Tehát érezni, hogy nagyon erősen szénsavas, de valahogy nem annyira brutálisan zúzza szét az ember száját, mint a szódavíz. Az ízét tekintve a szájban édes, és mivel gyömbérből van, ahogy az ember lenyeli, akkor eljön ez a melegség. Ez gyakorlatilag végig a tüdőtájékán, tehát a melkasi tájékon és a torokban érezni ezt a melegséget, melegedést, amit ugye a gyömbér okoz. Hát nem rossz. Hát egy flakonnal még mindenképpen legyártok a hűtőbe tárolt gomba segítségével, ugye, amit előkészítettünk az elején, hogy megkóstolhassa a család is. El tudom képzelni, hogy nyáron, nagy melegben egy jól behűtött ilyen söröcske igen-igen jól eshet. Mindazonáltal azok, akik az ilyen csípős, erős ízeket, amit a gyömbér ad, nem tolerálják, azoknak szerintem nem fog bejönni az íze. De mindenképpen azt kell mondanom, hogy egy egész kellemes, inkább üdítő ital, mint sör lesz a végeredmény. Hát ennyi lett volna, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Akinek kedve van, ez a recept működőképes, sőt, azt mondanám, hogy finom is, az dobja össze. Egy kellemes napot, viszlát!